Július 18-a és augusztus 24-e között Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az EANC Nonprofit Kft. Akciót hirdetett, ne dobd ki az iskolatáskád fenntartható iskolakezdés néven. Az akció során iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú tárgyakat gyűjtöttek a nyíregyházi hulladékudvarokban, a Korányi Frigyes, valamint a Kerék utcában. 2019-ben hoztuk létre ezt az akciót, sajnos 2 éve szünetet tennünk kellett a járványügyi helyzet miatt, de úgy gondoltuk, hogy 2022-ben újra elkezdjük az akciót, és az idei évben július 18-ától augusztus 24-ig a két hulladékudvarba vártuk a lakosságtól a megunt iskolatáskákat, iskolaszereket, hogy ezekkel jótékonysági célt tudjunk elérni, és a Nyíregyházi Gyermekvédelmi Alapellátási Intézménynek át tudjuk adni, aki viszont továbbítja majd a rászoruló családok részére. Ezzel természetesen ezek a gyerekek számára egy biztonságos iskolakezdést tudtunk biztosítani, viszont emellett egy hulladékgazdálkodási cél is elérésre került, méghozzá az újrahasználati cél, ami tulajdonképpen a hulladék mennyiségének a csökkentését, pontosabban a hulladék képződését előzi meg. Nem csak iskolatáskák, hanem például tolltartók, tornazsákok, füzetek, irattartó mappák, ceruzák, gyurmák, zsírkréták és filztollak is érkeztek a hulladékudvarokba. Ezekre nagy szükség van, ugyanis csütörtökön kezdődik a tanítás, és sokaknál még hiányoztak ezek az eszközök. Nagyon sok gyerek van, akinek nincs táskája. Ezért ugye egy akciót hirdettek, amiben 137 iskolatáska gyűlt össze, és hogy hallottam, voltak, akik új táskát is vettek, és a családok átmeneti otthon és a gyermekek átmeneti otthonában élő gyerekek, most jelenleg 30 körüli kapja ezt meg, és egyéb iskolaszereket is. És hallottam, külön köszönet, hogy a Kodályba egy akciót hirdettek, és ehhez csatlakoztak. Úgyhogy megint jó látni, hogy mennyi jó szívű, jó lelkű ember él Nyíregyházán, és van egy másik oldala is ennek, nem dobják ki a már nem használatos dolgokat, nem pazarolunk, hanem eljutatjuk oda, akiknek szüksége van erre. Azért látható volt, hogy ezek még nagyon jó állapotban lévő iskolaszerek, úgyhogy köszönet érte, és hát ez azért is jó érzés, mert kiegészíti azt az önkormányzati programot, ami már hosszú évek óta megy. Az idén is 4500 gyerek kap iskolai tanszercsomagot az alsó tagozatosok. Itt a rászorultsági alap nélkül minden gyerek megkapja, bármilyen iskolába tanul, és hát itt pedig ezeknek a gyerekeknek egy jelentős segítség, támogatás ez az adomány. A gyűjtést a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény számára szervezték, akik a náluk szülővel, illetve szülő nélkül átmenetileg élő gyermekeknek adják át az iskolaszereket. A reményeik szerint ezzel a gesztussal némileg könnyíthetnek a nehéz helyzetben élő kis tanulók iskolakezdésén. Az újrahasználati és tájékoztató központban folyamatosan leadhatók olyan tárgyak, amelyekre a tulajdonosainknak már nincsen szükségük, de valaki számára talán hasznosak lehetnek. Ezek a tárgyak egy jelképes raktározási költség megfizetése után megvásárolhatók.